De még volt egy sztorim így, amikor gyorsasági közbe kellett, 62 kilométeres gyorsasági volt, 22 kilométer aszfalt, és 38 vagy 40 múrva. És a Ferjász kitalálta, hogy bent, fönnött a dombtetőn, ahol vége volt az aszfaltnak, ott föltesszük a 4 múrva kereket, tehát ez olyan 2,5-3 perc, de ő le tud menni úgy, hogy ez, na most nem csak ő találta ki, hanem az olasz fene gyerek is. Mondd már nevét. Pinto. Rafael Pinto. Igen, Rafael Pinto. De mi nem tudtunk egymásról, és bennállt a mi kombink az erdőbe, ott, ahol mi megbeszéltük, ahogy ennek vége van, 100 méterre, föl a gyors emelő, minden elkészítve. Leszállt az este, és szegény nem él már, a Nátyi Peti volt a jobból van, profi szerelő. Azt mondja, valaki van a ize mögött, halkabban beszéljünk. A lényeg az, hogy mellettünk 200 méterre a Digo ugyanúgy cserélt kereket az ő olaszaival, úgyhogy mi reggelig az életben olyan jól nem éreztük magunkat, természetesen ittunk, úgy mentünk le a nagy szervizparkba, hogy te bazd meg, kokot ittatok? Nem. Persze, hogy ittunk, nagyon hideg volt, hozzánk kell tennem, baromi hideg volt. Meg egyszer egy ilyen répát szállító autót kötöttünk el, az a Trebicsel volt. De ez a pintós eset azért nem ilyen egyszerű volt, mert hogy ott ti be voltatok szarva, hogy jön a medve. Há, az hogyne? Olasz meg be volt szarva, hogy ti vagytok a medve. Mi vagyunk a medve, igen, mert egymást, és csak ilyen halkan, és akkor addig, amíg, szóval ahhoz elment a három előfutó autó, vagy öt, már mindegy, és addig nem is, mert akkor jött a Pinto volt, azt hiszem a kettes, a Ferdi volt a négyes, valahogy így volt. A lényeg az, hogy nem mi voltunk előbb, hanem a Digo. És mi akkor jöttünk rá, úgyhogy az volt, hogy a végén, mert utána megfordult ez, és utána visszafelé meg kellett csinálni, akkor már négyen, akkor kérdezte a fejet, ezt a két olasz honnan szereztétek? Mondom a Pinto, nehogy el kelljen számolni velük, mondta a fejet. És annyira ott lent a szervizben, hogy megbeszéltük, hogy ezek bazd meg négyen összejöttek a bokorba. És ott cseréltük. És nagyon nagy ötlet volt, mert nem akarok percbe hazudni, de minőségileg jobb autóval értél be, mert hát a pályagumival ott lemenni a murván az... Tehát ilyen trükkök ebben benne voltak, úgyhogy... Répaszállító autónál akasztottalak meg. Hát a répaszállító autónál automérnök és több nyelven beszélő Szása, a Trebics, aki azt hiszem orosz apuka és magyar anyuka, és ő az orosz térralikon mindig ott volt mellettünk, és egy jó képességű navigátor lett volna, engedtük volna bent maradni, de nekünk fontosabb volt, hogy a dolgokat intézze. És mentünk föl, és a Lada kombiba, amivel gumik voltak meg a benzin. Ez ugye Bulgária? Románia. Az osztófedél ugyan ott volt a csere, csak egy baj volt, hogy 1005-ös motor volt, és az osztófedélnek Szása vágta, az a baj, hogy ez nem, ott, nem annyit megy le, hanem följebb van, és nem éri el. Tehát mi ezt már nem tudjuk itt megcsinálni. Hogy érünk le? Kijártam az útra. Gyönyörű nagy Renault matricákkal volt tele a Zsiguli kombi. Megálltunk, és megáll a faszi. Kert volt hátul egy olyan félig volt, meg negyedik répával a aró. Fantasztikus jó színe volt. A rozsdás zöld, és a rohadó izé között lévő volt. Mondtuk, hogy nekünk le kell menni a... Persze. Föltettük a gyorsemelőt, föltettük a két kannát, azt mi ügyesen lekötöttük, és elindultunk. És a Szása mondja, hogy kéne váltani, mert így nem érünk le. Trikó. Mindjárt kivettem a táskából egy Renault trikót. Change. Faszik. Nem később, mindjárt fölvette, abban a pillanatban én ott ültem a sofőrülésbe, és a Szása rárakott egy, emlékeztek arra a vékony orkán reklámkap, az is Renault Gordini volt, vagy mit tudom mi, azt föladta rá. Iban beültek rá, meg így közöttünk, mondom a Trebicsnek, egy dolgod van, nehogy megszámold, hogy mennyi bogyó megy el, mert mire leérünk, 3-4 darab marad.
elindultam lefelé, hát az ember életében ilyen rosszul nem érezte magát. És mindig hátra nézett, azt látta, hogy fogy a cukorrépa. De azt, hogy hogy nem mozdul el onnan a két kanna, meg a emelő, azt nem értette. Egyszerűen nem, mindig nézte. Na mindegy, leértünk, és képzeld el. Ja, még annyit megcsináltunk ott, hogy a motorháztetőre felragasztottunk egy Renault matricát, de még ott, miközben cseveréztünk, Krapek mondta, jó, az maradhat, persze. Lementünk a Service Park bejáratánál, ha te láttál érdekes arcokat, akkor a következő volt. Még olyan 5 perc volt addig, hogy beérjenek az autók, és akkor maradt ilyen 30 perc javítási szünet, kerékcsere. És a mondatot nem felejtem el. Ti mivel jöttetek? Ezt találtuk útközben, de majd visszamegyünk a kombiért. Na de hát nem is értem azt mondja, és a Krapekon mi lesz? Hát valahogy vissza kellene is jutnia, mert nagyon rosszul van. A Krapek ott közben sétálgatott a szerelésével. Na mindegy, mi levittük. Tehát olyan, hogy megálltunk valamikor, és nincs meg, nem ér oda, az elképzelhetetlen volt. Hát nekünk nem az volt a feladatunk. Akkor én már magyar bajnok voltam, és mindig megkérdezték, hogy te Koko, és te szeres? Nem engednek hozzányúlni, pedig nagyon jó vagyok. De az a baj, mondom, hogy nekem más kell csinálni. Ezt oda kell vinni, azt ott kell lerakni. Egyszer le kellett festeni valaminek az alját. Nagyon szép volt, és precíz a pogány. Hát te voltál ott. Miután én lefestettem az alját, amire megkértek, majdnem, hogy át kellett festeni a komplet versenymű egy fehérre, mert mindenhol fehér volt minden. Akkor mondták, Koko, erre mindig hoz inkább magaddal egy fényezőt, ez így nem megy. Tehát azon kívül tekertem a kormányt, és nagyjából jól kezeltem a gázt. De nem voltak olyan gondok, hogy le kell oda menni ennyi. Mert látod, lementem az Espace-szel Szófiába, onnan visszajöttem, és 2 nap múlva, vagy 1 nap múlva éjszaka kellett indulni, mert kellett vinni a kerekeket. Tehát amit az elején mondtam, hogy Komárosból lettél szerelő, és utána navigátor, akkor a szerelő azért nem volt teljesen. Nem, a szerelő nem. Azt én elnézést kérek minden szerelőtől, aki mellettem is dolgozott, Kocsis Feri, Nácsi Peti, Tompos Feri, ők szerelők voltak. De az, amikor én hozzányúltam egy ilyen 13-17-es villáskulcshoz, akkor már kiabált mindegyik, hogy nem, tedd le, ne, nem azért, mert ellopott, de hogy te miért vinnéd el, nem tudsz vele semmit se csinálni. Tehát nem kiharcoltam magamnak, én ezt úgy éreztem, ez nem az én világom. Azok a fiúk meg, akik ebbe a versenyszerelésbe, tehát aki a Cserkuti mellett is volt, azért mondtam Szabó Csaba, Gergely Andris, tehát meg még a Szásznak is szereltek. Ezek szerelők voltak, profi, elhivatott szerelők, ha megálltál a víz fölött, mert suti, agyad nem ott volt minden, és megálltál ott, ha nem azt mondta, hogy gyere előrébb, bing, úgy feküdt bele a vízbe, hogy le kell venni a kartervédőt, és neki az a dolga, hogy az legyen levél, hogy cseréltünk úgy váltót, még a Lada időkbe, hogy 14 perc alatt cseréltük a Lada váltót úgy, hogy amikor a Salgótányi Volán igazgatója eljött megnézni, hogy is a Volán hogy dolgozik, amikor meglátta a cserét, mondta, jó, hétfő reggel a fél szerviz ki van rúgva. Miért? Nálam egy hónap egy ilyen váltó cserébe. Azt mondja, hogy gondolják ezek, mikor 12 perc alatt. Tehát más világban éltünk, és boldog a büszke az ember. Én egy szerencsés pali vagyok, ezt a Csaba tudja, mert ő nagyon régóta ismer, hogy én 2 olyan embernek dolgozhattam, és olyan emberrel dolgoztam, és versenyeztem, akik ennek a magyar autósport társadalomnak az Erste plac. Tehát ha valaki a Ferjásznál vagy a Cserkutinál többet tudott letenni, az nem igaz. Ezek az emberek, hát gondold, egy mekkora őrültnek kell ahhoz lenni, hogy rehabilitációsban vagy Budakeszin egy luxus, de tényleg szuper kórházba, és akkor oda megy ez a degenerált barátod, magamról beszélek, a Mákvölgyi is azt kérdezi, hogy mit fogunk mérni? Hát mondom, megyünk a gágyéval, ült benne az Attila, és mentünk ott lent, és azt mértük, hogy mennyi idő alatt érek én az Attilával,
és a Mák Völgyi Műtőn kapott 4-5 percet, és akkor mondta, hogy az egész kórház arra készül, hogy lesz még valaki, hogy az idő eredmény. És akkor mondta a fő, hogy ezt felejtsétek el, mert itt ebből a baleset lesz, ti lesztek a bűnösök. Feri, azt mondta, miért egy kicsit gyorsabban, jó, igen. Mondom, és gumit is akartunk cserélni, csak az már nem megy. Tehát megpróbáltunk valahol mindig ebből úgy kijönni, hogy mosolyogjunk. Persze nem mindig sikerült, és ennek a két embernek az elvesztése nagyon nagy baj, ha a magyar sporttársadalom nem érzi azt, hogy először is, én nagyon szerényen kérhetem csak, én már rég elneveztem volna Ferjász Attiláról egy utcát, én tudom, hogy a politika az egész más, tehát itt a 13. kerület az nem, a másik az nem, de ez egy pont, mint ahogy Ranga Laciról van utca Pécset, azért én úgy gondolom, és a Cserkutiról is, és nyilván olyan helyen, ahol a hegyekbe tart az ember, hogy ez a név mindig ott maradjon, és ott legyen úgy, mint azoknak a bajnokoknak, akik ezen a pályán maradandót nyújtottak. Nagyon sok ezer ember járt akkor hegyi versenyre, tehát amikor mi még az elején bekapcsolódtunk, akkor én tudom, hogy a hegyi versenyen akár Pécset, akár Egerbe, ott Eger, mi ezt a izenek hívjuk meg a parádon, az ő nevük az, tehát hiába indult 120 ember, azért az ő nevük az, amiatt ment el a közönség. Ugyanúgy, mint hogy a rallira, tudom, mert én voltam a rali szakák vezetője, hogy volt olyan, amikor nem lehetett átmenni. Eger előtt is le volt zárva, Eger mögött is le volt zárva, annyira telített volt, tehát több mint 150 ezer ember volt a környéken versenyt nézni. Salgótarjánban még hamarabb bezárult ez, és akkor mindig így eszembe jutott, hogy mi adjuk a legtöbb nézőt, egyszer csináltattam, kaptam is érte fegyelmét. Ilyen helikopteres nézőszámvizsgálat, profik voltak. 200, mit tudom, hány ezer ember volt Eger és környékén a versenyen. Tehát egyszerűen elképesztő. Szóval 300 ezer forintba került, megbüntettek, mert mondták, hogy miért volt szükség. Mindig mondják, hogy hol, mennyi, bizonyítsuk be, én meg oda rendeltük ezt. De profik voltak, úgy van, mutatta föntről, hogy ekkora a négyzetben ennyi. Tehát, bocsánat, engem meggyőztek, akkor így mondjam. Én nekem ez nem volt sok, mert amikor leraktam ezt a papírt, akkor azért volt olyan támogató, és akkor jó támogatóink voltak, tehát ezek szerettek versenyre járni, mert ez is fontos volt. Ahhoz, hogy valaki adjon a labdarúgásra, nem biztos, hogy mindenkinek kell szeretni, de nagyon sok ember szereti, ezt nem lehet letagadni, a világ legismertebb és legnézettebb sportja, és az autósport. Hát amikor egy rali világbajnokságon nem engedték tovább menni a mezőnyt, mert már elütöttek három embert, mert annyira a nézők fegyelmezetlenek. Jó, de nem is tanítottuk meg őket, tehát itt mi Magyarországon se versenyt nézni. Tehát nem az ott, hogy volt 20 kis busz, mint Angliában, és akkor az oda vitt, vagy kártyád volt hozzá, vagy befizetted, és az oda vitt, ahonnan már csak 200 métert kellett gyalogolni. Itt 5-6 kilométert kell menni, akkor mindenki oda akar menni az autójával. Ebből aztán volt olyan, amikor nem tudták megcsinálni a gyorsaságit, mert teljesen lezárták a... Előtt, jött volna egy mentőautó, nem tudott, és akkor azt mondták, hogy itt most vége. Tehát valahol meg kell tanulni ezt az egészet, és ez a sport, jó, hogy abszolút részrehajló vagyok, mert számomra ez a világ legizgalmasabb, legérdekesebb, legösszetettebb sportja, és a leglátványosabb, hogy meg kell csak, nem csak tanulni, nézni, meg kell szeretetni az autókat a kis emberekkel. Ez a legegyszerűbb így. És ha így megszereti, akkor megtanulja tisztelni. Ez olyan pont, mint hogy a jobb sportban elmondják, hogy addig, amíg nem szállsz be a ringbe, és nem ütnek meg, és nem ütsz úgy vissza, addig te soha nem fogod érezni annak a súlyát. Én ugyanazt érzem, hogy ennél rosszabb közlekedés, nem nagyon hiszem, hogy sok helyen van Európában, fegyelmezetlenek vagyunk, nem tájékozottak, meg akarjuk mutatni az autónk, és ez nem. És ezek az emberek, Cserkuti öcsi, a Ferjász Attila, pont nem ilyenek voltak. Tehát egy Ferjászsal, ha el kellett menni valahová, és ő vezetett, akkor egy rövid idő, egy ilyen 30 kilométer után cseréljünk. És akkor így áll meg egy kis kávét, vagy valamit, de cseréljünk. Miért? Hát mert valamikor le kell érni. Az öcsi egy az egybe ült a BMW-be,
akarsz vezetni? Igen, persze. Ki ne röhögj. Nem akartam. Mert mondta, hogy azért akarsz vezetni, jön egy kicsit. Nem, de hogy ne viccelj, öcsi, hát majd kiélem magam. És mindig, soha nem hagyta abba. Te azért mondtad, hogy üljek át, mert egy utcán egy kicsit olyan, nem? Nem a fenéket, nem. A utcán, ne, mintha nem is oda való lenne. Én erről mindig egy dolog jut eszembe, azért mondom, mert ő viszont még él. És nem is legenda, de egy nagyon jó kezű pali volt, és a Cserkuti felfedezett, vettek egy monoposztot neki, Szász Laci volt a csapatunkkal. Aki egyébként egy nagyon jó versenyző volt. Igen, többszörös bajnok, külföldön el is. Na, Szász Laci, én akkor nagyon új voltam, tehát én hátra ültem középre a BMW-be, Szász pilóta ült a egyesbe, kettesbe a Cserkuti, és mentünk Fehérvár felől valahová, és megállt a busz a megállóba. És akkor megálltunk mi is. Cserkuti átra néz. Laci, el kéne indulni. Ja? Jó. Ja, megállóba állt meg a busz. Na, ez a Szász, mikor gyorsan kellett menni, felrepült a pályán. Itt kéne, és ott álltunk a busz mellett, és ha nem szólsz, akkor addig állunk, amíg a busz nem megy el. Szóba került a szakágvezetés, rally szakágnak voltál ugye a vezetője. Emlékszel arra, hogy mikor találkoztál először a Mihályi nevével? Én az első találkozásunk a rally újságban, azt hiszem felháborodott voltam, mert valami nem ott ért célba, ahol kellett volna, és nem kérdeztél előtte. Én azt hiszem azért gurultam be, hogy nem. Én nekem egyet kell tudni, mikor én elvállaltam ezt az egészet, ez egy nagy dolog, mert akkor több mint 1000 rally versenyző volt, és amikor engem megválasztottak, akkor iszonyatos nagy forral nyertem, de hát én akkor egy éppen abba hagyott pályafutásos versenyző voltam, és ígéretes volt nyilván az, hogy jó kapcsolatom van az elnökkel, meg úgy egyébként biztos az ember azzal is ki tudja harcolni, ha újat ígér. A leglényegesebb része az volt, hogy amikor én kiválogattam a fiúkat, akkor a mi rally bizottságunk több mint 100 bajnokságot nyert. Tehát Büki Ernő, Oroszlán Tibi, Tóth Imre, Margó György, ezek mind versenyzők voltak. És amikor ezeket az embereket beválogattam, akkor egyet tudtam megígérni. Oda-vissza út fizetve, a rally bizottsági értekezletek kell menni, és a versenyre, mire ki vagy jelölve, te vagy a pálya által, arra az rendezve. Egy napi szállás, pálya, bárvány. Mert előtte az volt, hogy le tudsz jönni, gyere le, aztán majd. A majd az az volt, hogy majd soha nem lett kifizetve, és mindegy, hogy 600 kilométert mentél, vagy 2200-at, az a te zsebedből ment ki. Na most így nem lehet aktívan úgy dolgozni, és én úgy gondoltam, majd én ezt megoldom. Igen. De ez csak addig tartott, míg ott vagy. Tehát abban a pillanatban, amikor te eljössz, és ez most mindegy, hogy a háború és a harc az az volt, hogy, és diszkréten fogom ezt előadni, hogy a Frank Tamás, aki mindenben megfelelt, ilyen szempontból volt, amiben nem, de hát azt nem firtassuk, mert ő elnöke akart lenni a szövetségnek. A te barátod az elnöke a szövetségnek, és ha ők nem tudnak megegyezni, akkor ez tovább fog így tartani. Ez a háborúnak ez volt a legnagyobb vesztesége, hogy a magyar autósport iszonyatosan sokat bukott. Tudnék, amikor én a rally szakág vezető voltam, és az EB felmerült, de ők murván akarták csinálni, és nem jutottunk el. Akkor én szóltam a Tamásnak, és megkérdeztem, tudok segíteni? Mondta, az olaszsal baromi jobb vagy, aki az egész, igen, mi kéne? Meccsek rallira szeretnénk vinni a... De miért? Mondom, mert a lőttér meg ezen, ez... 3 nap múlva mondta, hogy menjétek ki, előjétek ki a pályát. És akkor mondtam az Attilának, hogy egy ilyen embernek kell fogni a kezét. Szóval ott tartottunk, hogy rally szakági gyűlés volt nálatok.
és zengett az épület attól, hogy ki ez a hülye az újságnál. Mert akkor talán a V-Max újságnak voltam a szerkesztő. V-Max, az bizony, igen, igen. Az volt az újság, nagybetűs, tehát még a vakok is látták, két oldal volt. És már nem, azt nem mondom, hogy sértett ember, mert arról akkor már leszoktam egy ideje, de az tény és való, hogy nem szerettelek. Tehát igazából azt vártam a pillanatot, amikor tudunk ütközni, és akkor én is mondhatom, hogy mi, de aztán valahogy ez az ütközés nyilván a jó csatársorból jó fedezett sor jött, és te nagyon jó védelem és támadásban voltál, mert én lelettem szerelve pillanatok alatt, és utána viszont megint van egy olyan része a dolognak, ebből az nyer, aki tisztán és mindig azt várja, és úgy kéri, mert utána én mindig, amit kértem, azt úgy kaptam. Ha az jobb volt, és úgy vagy azzal nem akartunk ebbe a dologba vitatkozni, akkor mindig az volt a mondat, hogy engedd el. És ez nehéz volt, mert egy kicsit azt szokták mondani, hogy makacs ember, az makacs marad, de el kellett, hogy engedjen, mert a Mihály Csaba úgy gondolta, hogy ezzel ne foglalkozunk, mert akkor belemegyünk abba a mélységbe, ami egyébként egy igaz dolog, hogy olyan piti dolgon fogunk vitatkozni, aminek annak a háttere messze nem az. Tehát az, hogy ekkora serlegek, ez még kicsi is, de ez már a mi nyertünk, de már ez már akkor az abszolút volt, mert régen azt úgy képzeld el, te tudod, ekkora díjak volt. Igen, könyvtárba elmentél, és elhoztad a hamutartót, olyan volt. Na most, amikor én rajzszakák vezető lettem, ezek fölmentek oda, és évvégén az 5 díj olyan volt, hogy jó, mikor mondták az árát, akkor mindig mondták, a Koko úgy szórja a pénzt. Tudod, hogy a Gazsi, az a hegyi szakák vezetője volt, féláron. Én nem mondtam, hozzá be két serleget, a abszolút elsőt, meg a másodikat. És akkor mondta a Cserkuti először, hogy te, miért nem adod meg a Gazsinak a címet, hogy te hol rendeled? És akkor jót mosolyogtunk, de ez igazság az, hogy egy autóval, ami több milliós tétel, az emberek munkája, minden, az milyen dolog, ha oda akarsz adni egy könyvjelzőt, vagy valamit, annak a 6 embernek, vagy 10-nek, abszolút csúdba dobod a munkáját. Nem tiszteled, nem, mert miért? Miért csak ezt kapja? Most, és erre visszatérve, én nekem ez a, nem azért szívfájdalom, mert esetleg azért, mert a résztvevője voltam, a mai napig érzem azt a súlyát annak, hogy ennek a két embernek, és senkit nem hibáztatok, hanem a lelkiismeretét kérdezem. Egy Puskás öcsiről legendákat tudunk, mindenkiről, aki egyébként jó, és én büszkén mondom, egy magyar, akkor egy Magyarországon autót nem termelő, mert akkor egy darab autót nem gyártottak, mikor a Ferjánc már megnyerte az első EB futamját, egy Cserkuti, aki végigjárta Európát, és mindenhol nyitott ajtókkal, nem, szóval annyira igazságtalannak érzem, hogy ezek az emberek, és ma már nem tudják neki visszaadni, ma már hiába csináltatnak egy olyat, hogy, és azt úgy kellett volna átadni egy hegyi versenyen egy ilyen embernek, mint az öcsi, vagy a Hungaroringen, bocsánat, a Hungaroringen egy Forma 1-es futam, mert biztos, hogy annak idején az ember azt meg tudta volna oldani, a Frank úr, az meg tudta volna ott abban a szünetében, vagy annak a díjkiosztója előtt, amit tilos, de olyan, amikor lehet, akkor egy ilyen embernek megköszönni az életművét, ez egy számomra, hogy kimaradt ez ebből, és lehet, hogy igazságtalan vagyok, mert mi, és ugyan már kit érdekel, minket igen. És mi azért vagyunk fontosak, mert azért közlekedik így ma Magyarország, mert nincs meg az a példa, hogy mutasd meg, hogy te, hát te, és te így mész, akkor menj el egy iskolába, mondd el a gyerekeknek, milyen oktató. Itt már annyi oktató van, amikor egy baleset történik, akkor én mindig mosolygok, amikor mondja, hogy mert úgy kellett, meg azt már akkor hiába mondod, amikor elütötte a fél iskolát. Hát ott valahol máshol van elrontva. Tehát az eredmények magukért beszélnek. Én nagyon-nagyon sok jót tettek az életbe, és az autósporton belül ez a két ember, ez én meg baromi büszke vagyok arra, hogy mind a két embernek megfoghattam a kezét, azon kívül,
hogyha volt vitám, mivel rossz a természetem, ami egyébként jó, tudtam mondani, hogy na nem.